Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Kértétek, jöjjön Warframe, jöjjön Nova. Négy év telt el, amiatt a Nova videómat, hogy őszinte legyek alapja alapjaiba. Nem változott sokat a Warframe, még mindig ugyanazon, standard képességére van nekünk szükségünk a novára. Novánál ugye, ami a úgynevezett lassítós, gyorsítós és a, a survivor, hogyha elvetemült lennél, de miért is ne lennél elvetemült és próbálnál ki valami újat, nem mindig az inaraszt. Szóval a mostani videóban négy év után beszélgetünk a nováról, és hogy miért OP a nova, és miért egy alapkarakter a nova, amiért meg kell legyen kötelezően a nova. Szóval a Nova egy nagyon jó crowd control karakter, emellett egy elég jó demigyes is az ultiának köszönhetően, mivel hogy bum, robban, nagyot robban, és bármilyen játékban, ha bemész a Novával, még ha nem is odaillő lenne a Nova, olyan nincs mondjuk, hogy ne, le, ne odaillő legyen egy Nova, a Nova mindenhova beillik, és épp ezért a játékosok mindenhol örülnek neki, hogyha van, talán egy Eidolon vadászaton nem, de legalább túlélheted. A nova az egy vadászatot könnyedén megesett. Nem biztos. De e, minden másik játékmódban a Nova, e, ha véletlenül betalálsz vele, senki nem fog rá nemet mondani, és senki nem fog rád haragudni, mert tudják, hogy olyan tömegkontroll képességei vannak, ami kevés warframe van manapság, és nagyon remélem, hogy meghagyják, nem módosítsák, úgy hagyják, mert van elég olyan warframe ami. Csinál minden mást, a novának így kell maradnia, ahogy van. Gyorsan lezárjuk a képességeket, oké, okay, csak hogy a rend kedvéért, és utána rátérünk um, a modolásra és egy-két dologra, amit tudni érdemes a nováról. Szóval egyes képesség, ilyen non-star névre hallgat, kis golyókat hoz maga körül, létre sebbzik az enemit, van nekik range de a leglényegesebb ennél a dolognál, hogy ez egyes képessége felfogja a damage-et. Oké, okay, 500 damage-et fog föl um, kis golyónként. Oké, okay, 500 damage -e. ez a fontos. A kettes képessége, anti drop egy ilyen Golyót hoz létre, amit kilősz az enemi felé, uh, és felrobban továbbá fel tud tölteni. Ha belelősz a golyóba, akkor eltárolja a damage-et, és azzal együtt robban fel. Uh, semmi nagyon extra. Uh, Emberek néha szórakoztak, hogy arra modoltak, uh, és, és nagy bummak -ok voltak, de úgyis zábos, senki nem használja. Ha valamit uh, riverkölnék nován, az a kettes képessége, mindenki valami más csinálnék belőle. Harmadik képessége a wormhole, ez már egy eh, hasznosabb képesség. Nova csinál egy ilyen kaput, ami át tud teleportálni, és ezt sokszor is használják az emberek arra, hogy nagy távolságokat teleportáljanak. Gyakorlatilag gyorsabb, mint az Archwinget, ha Nova kapukon keresztül teleportálsz. Uh, úgyhogy, ja, nem egy, nem egy rossz képesség, hasznos is, és még ha jól, tudom, az, ha jól emlékszem, az az enemiket is képes um, elteleportálni. Az Ultia Novának a legnagyobb kincse, Molecular Prime névre hallgat. elkapcsolod, és egy ilyen hullámszerűségben kimegy egy ilyen energia, belassítja az enemiket és robbanásra érzékeny teszi, hogyha megölöd őket, környéken robban minden, ahogy illik. És nem egy, nem egy rossz dolog, amit meg kell jegyeznetek az Ultiával kapcsolatban. Nagyon hasznos, a leghasznosabb, és idő, idő, idő. Na most. Alapvetően ennyi, ennyit kell tudni a Nováról. Ez még egy olyan karakter, amint mondtam, régóta nem változtattak rajta. Nem kell. Ez még egy olyan ősi karakter, aminek még megvan a az a képessége, a nyom le a négyes gombot ahhoz, hogy megnyerd a meccset. Kicsit hiányoznak az ilyen karakterek, hogy őszinte legyek, kényelmes vele játszani nagyon. Megállsz egy helyben, nyomkodod az út, így lelassul a pálya, várat, hogy jöjjenek az enemik fél óra, aztán közéjük robbantasz valami robbantós fegyverre, és az még nagyobb robbantás, és még nagyobb, és még nagyobb, és még nagyobb. Szóval így állunk. Viszont mi van, hogyha a novát nem feltétlenül egy defense-re tervezett, vagy nem arra tervezett, hogy tömeget szabályoz vele, hanem neked ez az egyetlen karaktered, mert véletlenül minden más karaktert kitöröltél, és most csak egy novával maradtál a Warframe accountodon, és Survivor-ra kellene mennyél, és nem tudod, hogy mit csinál, hogyan éljél túl. Na most a novának az egyik legnagyobb erőssége, és emellé a, a, ugye az egyes képesség a Damage Reduction-nál. Emellé adtak egy... augment modot is, ami a Molecular Fission névre hallgat, és azt csinálja, hogyha egy ulti, a Nova Ultia hatás alatt lévő enemit megölsz, akkor visszatölti neked az egyes képességedet. A lényeg az ultizgas, és ezzel a moddal, ezzel az augment moddal, ami Molecular Fission névre hallgat, mindig vissza tudod tölteni az egyes képességedet, konkrétan mindig fent tudod tartani, a damage reduction -t. Szóval, ja, ez lenne a novának a legnagyobb kincse, és amióta bejött az adaptation mod, még nagyobb kincs lett. Szóval a damage reduction, damage reduction hátán, hölgyeim és uraim, és, és gyakorlatilag ez elpusztíthatatlan. Az ultia miatt az enemik belassulnak, ne alig érnek oda hozzá, te kell keresd a zenemiket, és, és, folyamatosan fent tud tartani az egyes képességet és a damage Ennyit érdemes tudni a nováról, más, más azóta sem változott. Ami a modolását illeti a novának, 600 féleképpen modolhatjátok, és úgy csináljátok, ahogy nektek tetszik. Amennyiben a lassítós novánál eléritek a 145%-os erőt, az már 75%-kal lelassítja az enemiket. Oké, okay. az idő pedig nagyobb területre fogja nyomni az ultit efficiency is lehet nagyobbat bildelni, több effektivitással dolgozni, hogy kevesebb energiát vigyen el az ulti. Kinek mi? Aki nem sajnálja az Energy töltőt, az nem sajnálja az energy töltőt, de használhatsz ugye egy Zenurik iskolát és Arcane energize is. A mostani warframe a, nem olyan vészes az energia a, a, a kihasználtság. A társadnál lehet egy Trinity, akármi, szóval Uh, úgy döntöttem, hogy a legalább 10 éves, nagyon nem, de legalább 7 éves nova modolásomat um, átmodolom, és kitaláltam rá egy olyat, egy adaptation, csak egy kis extra túlélhetésért, mert hogy... Többnyire a novával azt jelenti, hogy nyomkodod a ott állsz a távolban, benyomva az egyest természetesen, hogy felfogjon némi damage-et. Adaptation és az egyes kombináció egészen sokáig megengedheti amaszt a kényelmes játékmódot, hogy csak nyomkodd a négyest egy helyből. Semmi nagyon extra, mint mondtam, akármit berakhattok ezen a ponton, csinálhattok Umbra novát is. Érted? Mert azzal, azzal is kijön. Tehát Umbra Nova lesz neki ezer élete, és 166% damage, és az pont megint csak ugye eléri azt a 75%-os nasítást, tehát az Umbra Novának is tökéletesen van értelme, hogyha arról van szó. A lényeg a Novánál a 151%-os damage, hogyha a lassítós Nováról beszélünk. Oké. Okay és a continuity. Tehát ez a kettő adja az alapját, az erő és idő, hogy az az ulti kiterjedjen. Uh, lehetne több időt is adni, csak egy sima lassítós novánál nem javaslom, mert meg fogsz őrülni, amíg az enemik oda fognak érni hozzád, meg fogtok őrülni. Szóval, uh, ja. A, esetleg a power driftet kiváltitek már nem, power drift marad. Szóval ezt tudnám öm, ajánlani, naturáltelen csak, hogy gyorsabban kapcsolja a képességét, ez sem muszáj. Amennyiben, mint mondtam, benne van erő és benne van idő, onnantól kezdve azt trax a novádba, amit akarsz, a lassítósba. Gyorsítós nova, elég standard, őségi modolás, igazából. Um, semmi nagyon változtatás nincs rajta itt az a lényeg, hogy amennyiben benne van az overextended a buildedben hogy lecsökkentse az időt ezáltal gyorsulnak fel az enemik, a mínusz időtől felgyorsulnak az enemik, és adja a range hozzá, bár az, azzal nem tudsz mit csinálni, az jön extrába, annyit nyersz vele, hogy nagyobb területen robban az ulti, amit látjátok, egy 20 méteres rádiuszban, ha felrobban az enemi, akkor 20 méteres rádiuszban robban, de 320-as sebzéssel semmit nem érsz, de az overextended-re szükség van, hogy lecsökkentse a az erődet, hogy meggyorsítsa az enemiket. A többi, hölgyém és uraim, uh, halál mindegy. Onnantól kezdve a continuity megint font, continuity megint fontos. Ez a kettő adja az alapját a gyorsítós novának. Innentől kezdve azt strax bele, amit akarsz. Uh, vitality, ha akarsz, mehet, tehát continuity és overextended. Ez a két mód kell bele, a többi mindegy. A többi teljesen mindegy, hogy mit raksz bele, rajtad áll. Csak ez a kettő legyen benne. Na most az utolsó modolás, ez egyben a legkülönlegesebb a Nova számára, ami kizökkenti a Novát a, a szerepéből, hogy így mondjam. Na most ennek a lényege, az, az némi erő hogy meglegyen a lassítás, ugye az a 75 de Novának az ereje az idejében múlik, ha így tetszik. Minél hosszabb időd van, annál nagyobb területen fog kiterjedni az ultia, és Novának ebben a módolásban szüksége van az ultiára. Mint tudjátok, az egyes képesség fenntart uh, damage reduction képes adni, és a molecular fission pedig arra jó, hogyha az egyes képességednek elveszítesz egy darabját, ha megölsz egy enemit, ami ultiban van akkor visszatölti neked az egyes képességet, ezáltal visszaadva a damage reduction is oké, okay. szóval ez a modulás még akkori amikor még nem létezett egy adaptation ez az adaptation igazából um, egy adaptation csak dobna az egész történeten, szóval át kellene, nem, bele kellene formázzak egy adaptation úgy Isten igazából mondjuk valahova ide, esetleg a Streamline helyére, Natural talent mondjuk a Natural Talent jó, ha van, mert kénytelen vagy állandóan ultizni, és Uh, ugye némi effektivitás az nem feltétlenül kell a mai Warframe, ezt van, ezt le lehetne cserélni, berakni egy adaptation-t és még túlélőbbé tenni a novát, mint ami. Uh, úgyhogy ezt tudnám javasolni nektek, esetleg egy streamline helyére, egy adaptation-t berakni. És um, most, hogy ugye létezik a Shield Gating, a még inkább. Um, hasznos, hogy így mondjam, még inkább túlélékenyebb a, a Nova. Ugye a mínuszos range az azért fontos, hogy az egyes képesség ott maradjon nálunk, ne szálljon el csak akkor, hogy az enemik közelébe vagyunk. Ezáltal hatékonyan tudunk kardozni is a Novával, és folyamatosan fent tartva hagyni azt a bizonyos egyes képességet. Ugye egyes képességet, ha elkapcsoljuk, 14 ilyen cuc lesz és lehet menni zúzni az enemit, amennyiben ulti alatt álló enemiket össz visszatölti az egyest. Ez lenne a Novának az alapelvei. Hogy őszinte legyek, ez lenne az alapv modolása. Mint mondom, a Nova ereje az idejében van, hogy így mondjam, és ott ott lelitek meg azt azt, azt, azt amit igazán kerestek. Sokféle másfajta novamodolás is létezik. Létezik ilyen kapura való modolás, hogy messzebb haladjon, gyorsan haladjon. Létezik kettes képességre való modolás. Na most mind ezek ö, általánosak, szórakozásra való modolások, mert mindig is a fő modolás novánál a lassítós volt, a gyorsítós volt és uh, ugye nem régiben ez a Survivor-re uh, való uh, modolás tulajdonképpen. Szóval, ja, ennyi lett volna, srácok, remélem tudtam segíteni. A következő videók, iratkozz fel, csatlakozz a klánhoz, ha kedved van, csengőjeleske, tudjátok. Nagyon köszönöm figyelmet, sziasztok!